Sergio Manyána Oszelokoyotl, az erő barlangjai. Ősi gyógyító, fiatalító és teremtő energia gyakorlatok. A kincset, ami után kutatsz, az a barlang rejti, amelyikbe félsz belépni. Joseph Campbell Az erő barlangjai című könyv méltatása lenyűgöz Szerzsó Manyana munkája, akivel volt szerencsém együtt dolgozni és megtanulni tőle az obszidián tükörtechnikát, amely megváltoztatta az életemet. Szerzsó egy igazi gyógyító, sámán, ráadásul rendkívül szórakoztató személyiség. Mostani, legutóbbi könyvében még több hozzáférést biztosít számunkra a belső erőnkhöz, hogy ezáltal megváltoztathassuk és meggyógyíthassuk saját, illetve mások életét. Utasításai egyszerűek, érthetőek, úgyhogy akár rögtön bele is vághatsz. Dr. Christian Northrup, Goddesses Never Age, Kortalan Istennők című New York Times bestseller szerzője. Az erő barlangjai Szerzsó a harmadik és kétség kívül legjobb könyve. A Mexikóban neves gyógyítónak számító nemzetközi hírű tanár és elismert szerző, Sergio annak az egyedülálló, nagyon értékes, gazdag ősi Mexika tudásnak a legmélyebb rétegeit teszi elérhetővé, amelyet mostanáig kizárólag szájról szájra adott tovább mester tanítványának. A könyvben található mély tanítások, amelyek magukba foglalják az alvilágoknak, illetve az erő barlangjainak megdöbbentő és pontos térképeit, azokét a helyekét, ahol hozzáférhetünk és megváltoztathatjuk árnyékainkat és félelmeinket, aktiválhatjuk álmainkat és igazi erőinket, valóban megfizethetetlenek az átmeneti időszak alatt, amikor felébredünk, szembeszállunk a démonainkkal, meggyógyítjuk magunkat, felfedezzük erőinket és fejlődünk. Krista McKinnon, Shamanism and Spirituality in Therapeutic Practice. A Sámanizmus és Spiritualitás a terápiás gyakorlatban című könyv szerzője. Sergio ezúttal is megtalálta a módját, hogyan fordítsa le és tegye hozzáférhetővé az ősi Mexika bölcsességet a mai hallgatóság számára, ezáltal is igazolva a 2012-ről szóló proféciát. Talán még fontosabb azonban, hogy az általa tanított gyakorlatok valóban működnek. Úgyhogy ne csak olvasd ezt a könyvet, hanem végezd is el a benne lévő gyakorlatokat, és kezd használni a veled született gyógyító képességet. Charlie Morley az Éber Ámodás, Bioenergetik kiadó, Budapest 2015 című könyv szerzője. A 70-es évek elején egy barátom rábeszélt, hogy olvassam el Carlos Castaneda Don Juan tanításai című könyvét. Meglepően jó olvasmánynak találtam, de olyan távolinak éreztem az akkori tapasztalataimtól, hogy nem tudtam igazán magamévá tenni és alkalmazni a tanításait. Tavaly azonban rábukkantam Sergio Manyana a Tolték titkok című művére, és úgy találtam, hogy rendkívül világos megfogalmazása annak, amiről Castaneda írt. Most pedig itt a harmadik könyve, az Erő barlangjai. Egy világos, tömörkézi könyv arról, hogyan működik valójában a lényünk és a valóság, amelyben élünk. Hogyan épül fel az általunk megtapasztalt világ, és hogyan lehet hozzáférni azokhoz a mélyen megváltozott állapotokhoz, amelyek képessé tehetnek, hogy egyszerre éljünk mindkét világban. Ez a kreatív és következetes mű képessé tesz saját életünk, illetve mások életének megváltoztatására. Számos útmutatóval szolgált önmagam és képességeim fejlesztéséhez, hogy hozzáférjek az erő bennem rejlő barlangjaihoz. Leo Rutherford az Eagles Wing College of Contemporary Shamanism alapítója. A szerzőről Szerzsó Mányáná Oszelokhojotlő, Mezoamerika 5000 éves tolték és toltekájotl leszármazási ágának közismert gyakorlója és tanítója. A hagyomány az ősi csicsimekkel kezdődött, akik a teotihuacánoknak, majd a toltékoknak adták tovább a tudásukat, akik aztán a majákat és az asztékokat is tanították. Szerzsó Jártas a nahualizmus toll leszármazási ágának szájról szájra terjedő álmodó tudásában is, amelyet 1460 éven keresztül adott tovább megszakítás nélkül mester tanítványának. Most érkezett el a tanítások felfedésének ideje, és Szerzsó azon szószólók egyike, akiket felkértek, hogy osszák meg a világgal ezt a titkos ősi bölcsességet. Szerzsó a Centro Energetico Integrál alapítója, és a The Six Sun, a hatodik nap című rádió műsor műsorvezetője, amelyet már 14 éve sugároznak Mexikóban. Folyékonyan beszél spanyolul és angolul, és évekig tanulmányozta a Navatl, Nahuatl nyelv misztikus erejét. Sergio a Transforming Through 2012 című könyv szerzője, valamint a 2012-2021 The Down of the Six Sun 2012-2021 a hatodik nap hajnala, és a Tolték titkok bioenergetik 2015 című kötet szerzője, amelyeket számos nyelvre lefordítottak. Szerzsó világszerte tart előadásokat és tanfolyamokat, eddig összesen több mint 50 ezer tanítványa volt Mexikóban, az Egyesült Államokban, Olaszországban, Hollandiában, Svédországban, Magyarországon, Kanadában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban. Mexikóvárosban és Londonban él. Bevezetés Nem számítógépen, még csak nem is papíron kezdtem ma írni ezt a könyvet, hanem szemben egy tükörrel, az arcvonásaimat vizsgálva. A tolték és Mexika szájhagyomány szerint, amely a csicsimekák, olmékok, teotihuakánok és szokcsikalkák korábbi közép-amerikai civilizációig nyúlik vissza, az arcvonások mind arról tanúskodnak, amit valaha megtapasztaltunk, de mindenek előtt azt mutatják meg, hogyan éltük az életünket a földanyán. anyán. Néztem tehát az arcvonásaimat, megvizsgálva fentről lefelé az összes barázdát és ráncot, és hálát éreztem az általuk képviselt valamennyi tudásért és tapasztalatért, amelyeket utam során szereztem. Köszönettel tartozom nekik azért is, hogy lehetővé tették számomra az erőbarlangjai megírását tehát mosolyogva szeretném közreadni néhány a tolték és Mexika hagyomány révén, illetve energiagyógyászként szerzett tapasztalatomat. Szeretnék továbbá megosztani néhány olyan technikát, amelyek reményeim szerint hasznosak lehetnek, és hozzásegítenek, hogy meggyógyítsd az életed. Szerzsó Manyana Jill vagyok. Mexikóvárosban születtem, mélyen hagyománytisztelő katolikus családban. Körülbelül kilenc évvel ezelőtt, amikor egyik mexika hagyomány tanítóm, Hugo Nahui, kiszámította édesanyám holdciklusát, az egyik első dolog, amit mondott, a következő volt. Tehát szerzsó a másik fiú. A mexika hagyomány részben egy nagyon pontos holdnaptáron alapszik, amely a legtöbb ember előtt ismeretlen. Hugo azonban a szakértőjének számít. A hagyomány szerint különféle holdfázisok irányítanak bennünket, ezek három évente változnak. Fontos tudni, hogy a terhesség idején mely fázisok irányították a szüleidet, akár csak azt, hogy melyik uralta a születésed napját. A legtöbb ember akkor születik meg, amikor édesanyját a telihold uralja. Emiatt erősen kötődnek az anyagi világhoz, a családhoz, valláshoz, stb., amit társadalmunk normálisként fogad el. Ellentétben a testvéreimmel, én a szüleim fogyóholdja alatt növekedtem anyám méhében, és növőhold idején jöttem a világra. A növő hold jó egészséget, tehetséget ad és elvezet a sikerhez. Ugyanakkor arra is kiváló, hogy tudást nyerjünk a múltról és korszerűen vihessük át a jelenre. A fogyóhold idején született gyermekek művészi és szellemi beállítottságúak, ugyanakkor hajlamosak lehetnek a függésre és a veszélykeresésre, vagy hogy bizarr, akár illegális helyzetekbe sodródjanak. Az életem tanúskodik erről az ősi Mexika tudásról. Sok szempontból egész életemben egy olyan gyermek jellegzetességeit mutattam, aki a terhesség alatt a fogyóhold hatása alatt állt, már akkor is, amikor még fogalmam sem volt a mexikói holdasztrológiáról. A fogyóhold gyermekek egyik fő jellegzetessége a spirituális útkeresés iránti érdeklődés. Az én spirituális utam egy véletlen egybeesésnek köszönhetően vette kezdetét. Azok azonban, akik hozzám hasonlóan ezt az utat járják, tudni fogják, hogy nincsenek véletlenek éppen ellenkezőleg az események tökéletes szinkronban állnak egymással. Ez teszi lehetővé, hogy azokkal találkozzunk, akiknek a segítségével beteljesítjük sorsunkat. Végső soron mindannyiunknak ugyanaz a végzete, tolték és mexika kifejezéssel úgynevezett kivirágzás vagy kivirulás, amit manapság megvilágosodásnak nevezünk. Holdörökségemmel először akkor találkoztam, amikor édesanyám úgy határozott tanulni és dolgozni fog. Így a testvéreimet és engem többnyire olyan emberek neveltek, akik a szüleimnek dolgoztak. Ami engem illet a dadám, Rosa Hernández Monroy nevelt fel, akit csak Rositának hívtam. A testvéreimet pedig egy másik dadus nevelte, akinek furcsa mód szintén Rosa volt a neve. Rosita egy San Pablo autópáni otomi őslakos közösségből származott, Toluca és Mexikóváros közvetlen közeléből, amely közösségének az édesapja volt a gyógyítója. Rosita sorsa az lett volna, hogy apja nyomdokaiba lépjen. Ő azonban, amikor a férje brutálisan megverte, szülővárosából Mexikóvárosba menekült, mezitláb és anélkül, hogy akár csak egy szót is tudott volna spanyolul. Végül elkezdett a szüleimnek dolgozni, és amikor megszülettem, fia helyett fia lettem. A gyermekkorom tehát egészen egyedi volt, mivel gyakorlatilag két anya nevelt, akik nagyon szerettek, de teljesen máshogy mutatták ki szeretetüket. Egyikük szigorúan, követve a vallási és a tudományos törvényeket, még másikuk rendkívül gyengéden a mexikói őslakosok gyógyító tudását és mágiáját a katolikus vallással kombinálva. Amikor például fájt valamim, ahelyett, hogy hagyományos orvosságot adott volna, Rosita egyszerűen fogott egy csomag tiszta dohányból álló, Delicados nevű mexikói cigarettát, amit természetesen titokban tartott, hiszen otthon szigorúan tilos volt dohányozni, főleg a gyerekek előtt, Meggyújtott egy szálat, és a füstjével körözni kezdett a fájdalmas terület körül. Aztán beszívta és kifújta a füstöt, és amint az elillant, a fájdalom is megszűnt. Természetesen megkért, hogy ezt tartsam titokban, hiszen ha a szüleim rájönnek, valószínűleg elbocsátották volna. Rozita volt az a személy is, aki először beszélt nekem az álmok fontosságáról. Amikor rémálmon volt, a legtöbben így neveznék, azt mondta, megtisztítalak téged egy tojással. Amikor megkérdeztem tőle, miért, olyasmit mondott nekem, amit sosem feledek. A tojás azt az álmot szimbolizálja, amelyik nem válik valóra. Ennek a tojásnak az volt az álma, hogy csirke legyen, de sosem következik be. A segítségével megakadályozzuk, hogy a rémámaid valósággá váljanak. Az óramutató járásával ellentétes irányú köröket leírva elkezdtem mozgatni a tojást a testrészeim felett. Aztán feltörte, beleütötte egy pohár vízbe, és olvasni kezdett a fehérje és a sárgája által kirajzolt mintákból. Így sajátítottam el a dohányjal és a tojással történő gyógyítás művészetét, és jól lehet már nem használom ezeket a módszereket, hozzájárultak a gyógyító képességem és az energia világával való együttműködésem fejlődéséhez. Anélkül, hogy tudomásom lett volna róla, beavatást nyertem az álmodás művészetébe is. Hiszem, hogy ezek a rozitától kapott leckék alapozták meg jövőbeli energiagyógyító karrieremet. Két dolgot tettek nyilvánvalóvá előttem. Egy, a hagyományos orvoslás nem az egyetlen módja a testi és érzelmi problémák gyógyításának, és kettő, az álmok fontosak, mert megtestesülhetnek az éber valóságban. Ha pedig nem tetszik egy álmunk, módunkban áll megváltoztatni. Egy másik, Rozitától tanult fontos technika lényege az volt, hogyan változtathatom meg a körülöttem lévő világ érzékelését. Nagyon félénk és bizonytalan gyermek voltam, és ezt sokan, kezdve a bátyámmal, gyakran kihasználták. Rozitától a következő jó tanácsot kaptam. Ha úgy érzed, tehetetlen vagy a külső támadásokkal szemben, fordítsd oldalra a szemed. Ma már tudom, hogy a perifériás látásra utalt, ha egy bizonyos szögben oldalra fordítjuk a szemünket, eltüntethetjük a szemünk elől az általunk valóságnak ismert világot. Gyermekkoromban, amikor leszittak a szüleim, zaklattak az osztálytársaim és hasonlók, sokszor megtettem ezt. Átléptem egy olyan világba, amelyben képtelen voltam bármire reagálni, vagy fájdalmat érezni. Szó szerint elmenekültem a valóság elől. Sajnos, amikor tinédzser lettem, felhagytam ennek a technikának az alkalmazásával, így amikor valaki bosszantott vagy idegesített, mindig rosszul reagáltam. Tele félelemmel és haraggal, bizonytalanná és függővé váltam, ami ellen aztán sokáig küzdöttem. Itt szeretnék rámutatni valami nagyon fontosra. Még azelőtt megtanultam meglepően hatékonyan gyógyítani másokat, mielőtt magamat tudtam volna gyógyítani. Így aztán meggyőződésem, hogy ha a megfelelő technikákat alkalmazod, akkor is nagy gyógyító válhat belőled, ha az életed valóságos káosz. Ezt azért hangsúlyozom, mert rengeteg embertől hallottam már. Először magamat kell meggyógyítanom, utána tudok csak másokat meggyógyítani. Végső soron ez egy jó kifogás, hogy ne kelljen meggyógyítanunk sem önmagunkat, sem másokat, röviden önszabotás. Ami engem illet, úgy vélem, olyan sok embert gyógyítottam meg, mielőtt magamra sort kerítettem volna, hogy az, ahogy az energetikai hagyományban mondják, kedvező szelet generált. Azaz jó energia keletkezett, ami aztán lehetővé tette, hogy ne csak önmagamat, hanem emberek ezreit is gyógyíthassam. Ha arra vártam volna, hogy először magamat gyógyítsam meg, valószínűleg semmi sem történt volna. Hogy Rozita felügyelete alatt nőttem fel, még egy óriási előnye járt – amikor a perifériás látást használtam a valóság eltüntetésére, laposabb szögből néztem a világot, ez pedig lehetővé tette, hogy meglássam az emberek energiamezőit. Tehát az agyam megszokta ezt. Mindazonáltal hosszú évekig felhagytam ezzel a módszerrel, és csak akkor kezdtem újra használni, amikor az élet egy sor olyan eseményt sodort elém, amelyek rákényszerítettek. A fogyóhold idején született gyermekek másik megkülönböztető jegye a művészet szeretet, ami szintén egyértelműen megnyilvánult az életemben. A filmeket és a színházat gyermekkoromtól fogva szerettem, és arról álmodoztam, hogy színész leszek. Az iskola befejezése után ezzel szerettem volna foglalkozni, ám akkoriban, húsz évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy egy hagyományos mexikói család fia színésznek álljon. Rengeteg irracionális előítélet élt ezzel a közeggel szemben, elkorcsosultnak, sőt, veszélyesnek tartották, és nem hitték, hogy elegendő pénzt lehet vele keresni a megélhetéshez. Következésképpen a szüleim minden lehetséges eszközzel igyekeztek meghiúsítani ez irányú törekvéseimet, és arra ösztökéltek, hogy tanuljak helyette valami jóval gyakorlatiasabb tárgyat. Emiatt akkoriban nagyon csalódott voltam. Évekig úgy éreztem, a családom tönkretette az életemet. Ma már úgy tekintek rá, mint a fordulópontra, ami elvezetett a hitem szerinti sorsomhoz, mivel beindította bennem a fogyóhold periódusa alatt kihordott gyermekek harmadik jellemzőjét, a bizarr és veszélyes dolgok iránti vonzódást. Elkezdtem lázadni a szabályok mindenféle szabály ellen. Noha ez nagyon megnehezítette az életemet, ma már igazán hálás vagyok érte, ugyanis csak ezen a módon tanulhattam meg, hogy sose fogadjam el a magánéletemre vonatkozó elvárásokat, vagy bármilyen orvosi diagnózist, vagy hogy ne tápláljak előítéleteket a pácienseim iránt. Végső soron ezt tette lehetővé sok olyan gyógyításon véghezvitelét, amelyet a modern tudomány képtelenségnek tartana. Később pedig nagyon sikeresen fejlesztettem ki a megújulás különféle módszereit. Időközben megváltozott a valóságtól való menekülésem módja. A speciális szemmozgatás helyett inni, drogozni és bulizni kezdtem. Ez az életforma természetesen nem fért össze egy szigorú katolikus család értékrendjével, sem egy olyan anyával, aki a fegyelem megszállottja. A vége az lett, hogy apám megbüntetett, sőt, ki is dobott otthonról. Szerencsére mindig akadtak jó barátok, akik segítettek a nehéz időkben, és szállást adtak, ha épp arra volt szükségem, soha semmi olyasmit nem kellett megtapasztalnom, ami igazán megrendítette volna az életemet, vagy az erkölcsi felfogásomat. És noha anyám verbális agressziója ellenem irányult, kulcsfontosságú volt, hogy azt mondta: Ahogy Szent Ágostont, téged is a szellemiséget fog megmenteni. Azt is el kell ismernem, hogy a maga módján valóban óriási erőfeszítéseket tett, hogy segítsen. Rávett számos és sokféle terapeuta, többek között egy pszichológus felkeresésére is. Az életben természetesen nincsenek véletlenek, és a pszichológus, akihez elküldött, Laura Munyoz lett az első hivatalos energetika tanárom. Végtelenül hálás vagyok neki amikor először meglátogattam, annak alapján diagnosztizált, amit az aurámban látott. Ebből rájöttem, hogy a periférikus látását is használja. Akkoriban még mindig színész szerettem volna lenni, ő azonban azt mondta nekem, gyógyító leszel te is, akár csak én. Egy nagyon jó gyógyító. A szemére szabott gyógyító ülések mellett Laura megtanított sok minden másra is. Többek között az energiával, a tűzzel és a gyertyával történő gyógyításra, valamint az inga használatára. Neki köszönhetően a szellemi dolgok iránti érdeklődésem újjáé lett, és elkezdtem bízni benne, amikor láttam, hogy enyhíteni tudom az emberek testi fájdalmát, létre tudok hozni dolgokat, és képes vagyok a távgyógyításra. Azonban, ahogy már említettem, sokkal korábban meg tudtam gyógyítani másokat, mint saját magamat, és mindaddig folytattam a felelőtlen, dorbézoló életmódomat, míg végül a szüleim ki nem dobtak otthonról. Attól fogva kénytelen voltam eltartani magam. Egy bárban kezdtem el dolgozni, és elég egyszerű életet éltem, hogy belemerülhessek a szenvedélyes bulizásba. Visszagondolva, igazán nehéz idők voltak ezek, szórakoztató ugyanakkor nagyon romboló idők. Egy nap az egyik barátom meghívott egy élelmiszer bemutatóra. Rajtunk kívül még négyen voltak jelen. Az előadás eleinte a tápanyagokról szólt, aztán egyszerre átcsapott egy alternatív gyógyászatról szóló vitába, míg egy ponton megkérdeztem az egyik résztvevőtől, nem esett át véletlenül egy köldök környéki műtéten? Azt válaszolta, de igen, császármetszésen, de honnan tudja? Ahogy már említettem, az észlelésem megváltoztatása lehetővé tette, hogy lássam az emberek energiamezőit. Ha valaki műtéten esik át, egyidejűleg elvágják a test energiacsatornáit, a meridiánokat is. Sokan nem tudnak erről, azonban azok, akik képesek látni a testhez legközelebbi energiamezőt, azonosítani tudják a műtött területeket, mert ezeken a helyeken abnormális, sárgás energiacsomók alakulnak ki. Ez pedig az idő múlásával problémákat okoz. Azt feleltem tehát, látom, hogy az energia felhalmozódott azon a területen. A barátnője elém állt, és tágra nyitott szemmel azt kérdezte: És mi a helyzet velem? Az energiamezeire néztem, és azt mondtam: Megoperálták a lábát. Alig hitt a fülének, elmondta, hogy keringési problémák miatt többször műtötték a lábát. Egy barátnője, aki garbót viselt, kétkedő hangon ezt kérdezte: És én egyszerűen annyit mondtam a nyaka. Ez is igaznak bizonyult, mert biopsziája, szövettani vizsgálata és pajzsmirigy műtétje volt. Miután elmagyaráztam, mi az energiafelhalmozódás, valamennyien azt tudakolták, meg tudom egy gyógyítani őket. Meg tudom csinálni, feleltem, és nem hazudtam, hiszen megtanultam Laurától, hogyan lehet rendbe hozni a meridiánokat. Legközelebb már gyógyító üléseken találkoztam velük. Így kezdődött a gyógyító karrierem. Akkoriban viszont még nem tudtam, hogy egyikük egy viselkedési zavarokra szakosodott központ igazgató helyettese Mexikóvárosban, és hamarosan elkezdte hozzám küldeni a pácienseit meridián gyógyításra. Egy hónapon belül betelt a határidő naplóm minden napja. Ekkor jutottak eszembe anyám szavai, ahogy Szent Ágostont téged is a szellemiséget fog megmenteni. Felmondtam a bárban, és felhagytam a bulizással, Olyas valami volt ez, amire hosszú idő után csak most voltam képes. A gyógyító üléseken a páciensek hihetetlen energiaáramlást éreztek. Hamarosan nagyon felkapott lettem, azonban annak is tudatára ébredtem, hogy a tudásom meglehetősen korlátozott. Rozita tanításai viszont rendkívül hasznosnak bizonyultak, így rendszeresen alkalmaztam őket, és mert a tudatos álmodásban igazán jó voltam, az álmokban információkat, technikákat és szimbólumokat kértem egészségügyi, bőséggel és párkapcsolatokkal kapcsolatos problémák megoldásához. A közvetlenül ébredés utáni pillanatokat pedig arra kezdtem használni, hogy, ahogy én hívtam, magasabb tudatosságot kérjek az újabb terápiákhoz. Akkoriban úgy gondoltam erre, mint valami becsatornázásra. Azonban most már tudom, hogy ilyenkor a tudattalanommal léptem kapcsolatba, azaz ősi mexikói hagyomány szerint az erő barlangjaival. Azután kutatásom eredményeit kipróbáltam a betegeimen. Be kell vallanom, meglehetősen szkeptikus voltam. Egyáltalán nem voltam magabiztos. Gyógyító tevékenységem viszont nagyon hatékonynak bizonyult. Boldognak kellett volna lennem, mégis bűntudatom volt amiatt, ahogyan éltem, és mert valahogy nem olyan voltam, mint ami ennek szerintem egy gyógyítónak lennie kell. Nehéz volt elhinnem, hogy valóban képes vagyok ennyire könnyedén és hatékonyan gyógyítani, mégis ez történt. Az ajánlásoknak köszönhetően a határidő naplomban betelt az összes hónap. Egy másik figyelemre méltó tanulság. Történik bármi is az ébervilágban, ha a tudatos álomban olyan információt kapsz, ami túlmutat az aktuális tudásodon, bíz benne. Biztosan kézzelfogható eredménye lesz. Ezt ugyanis nap mint nap megtapasztaltam a pácienseimmel. Azután megtettem a következő lépést. A hölgy, aki az összes beteget hozzám irányította, megkért, hogy tanítsam meg nekik a gyógyító technikámat, és én beleegyeztem. Nem sokkal később azon kaptam magam, hogy az első tanfolyamomat tartom a viselkedési zavarokkal küzdők központjában. Nyolc tanfolyami résztvevőm volt, és az egyikükről kiderült, hogy misztikus és asztrológiai témákkal foglalkozó rádió műsora van. Felajánlotta, hogy készítene velem egy interjút. A műsorért annyira rajongtak a hallgatók, hogy a rádió felkínált nekem egy saját műsort akár hiszik, akár nem, három hónappal később már saját rádióműsorom volt. Visszatekintve már értem, hogy mindaz, ami velem történt, sorsszerű volt. Az események valósággal sodortak az élettermen felé, ami törvényszerű volt, hiszen én személy szerint semmiféle erőfeszítést nem tettem, hogy bármit kezdjek vele. A rádióműsor Mexikóban nagyon jó reklámeszköznek számít, Miután az enyém elindult, egy-egy tanfolyamomat már 80-100 fő látogatta, több asszisztensem is volt, és természetesen jól is kerestem. Aztán köszönhetően a tanítványaim megdöbbentő beszámolóinak, amelyek a 2010 idő előtt című műsoromban hangzottak el, még többen kezdték látogatni a tanfolyamaimat. Beszéltek azokról a gyógyíthatatlan betegségekről, amelyekből kigyógyultak, az életükben bekövetkezett radikális változásokról, és mindközül a legszembetűnőbb változásról a megfiatalodásról. Két évvel később, minden napforduló és napi egyenlőség idején már körülbelül két-három ezren vettek részt a tanfolyamokon. A hetente megrendezésre kerülőkön több százan, ezután pedig elkezdtem járni Mexikó különböző városait, többek között Montereyt, Guadalajarát és veracruz -t. Fantasztikus életet éltem. Az emberek kezet csókoltak nekem, mintha szent volnék, Vártak rám a hotelek bejáratánál, mindenhová követtek, és a gyógyulásukról szóló e-mailekkel bombáztak. A dolgok akkor szabadultak el, amikor felhívott egy befolyásos politikus. Nagyon beteg volt, és azt akarta, hogy menjek el hozzá és gyógyítsam meg. Én azonban arra kértem, hogy foglaljon időpontot, mint mindenki más. Ekkor elküldte értem a testőreit, akik arra kényszerítettek, menjek velük és gyógyítsam meg a főnöküket. Félni kezdtem, el is fáradtam, így megpróbáltam távol maradni ettől az egésztől, és belevetettem magam a közösségi életbe. Itt és most szeretnék elnézést kérni minden egyes alkalom miatt, amikor késtem a kurzusaimról, és nem teljesítettem a kötelezettségeimet. Az az igazság, hogy olyan életet éltem, amit nem tudtam ellenőrzés alatt tartani, és amit az elmém már nem tudott feldolgozni. Egyrészt ugyan gyógyítottam, levelek és köszönetnyilvánítások ezreit kaptam, másrészt azonban képtelen voltam változtatni a magánéletemen. Még mindig a haverokkal lógtam, éjszakai klubokba jártam, így aztán elhanyagoltam más kapcsolataimat. Ez nem volt egyértelműen negatív, mert így legalább normálisnak, világiasnak érezhettem magam. Azt hiszem, valójában emiatt tudtam két lábbal a földön maradni. Ellentétben sokakkal, akik spirituális úton járnak, én sohasem éreztem magam különbnek másoknál, egyszerűen csak felismertem, hogy valamihez olyan különleges tehetségem van, amivel segíteni tudok. Tulajdonképpen elég kényelmetlenül éreztem magam a sok hízelgés, ajándék és e-mail miatt. Arra vágytam, hogy kimenekülhessek a spirituális világból, és beteljesedjék az álom, amit a színészetről szőttem. Meggyőződésem, hogy életünk eseményeit előre eltervezte a kollektív álomban a nagy nagymamapók, aki mindannyiunk sorsát szőtte láthatatlan hálóján. És ez volt az a pont, amikor a korábban már említett tanító Hugo Garcia, vagy ősi mexikói nevén, Hugo Naui, az álmok és a holdasztrológia szakértője belépett az életembe. Hugo éveket töltött önfejlesztéssel, és a spiritualitás számos ágának, úgy mint a Biblia, a Kabbala, az asztrológia és a Mexika hagyomány tanulmányozásával. Úgy tekintek rá, mint modern, reneszánsz emberre. Akkoriban buszsofőrként dolgozott, és elhatározta, hogy csak azokat tanítja, akik felszállnak a buszára. Egy nap én is felszálltam. Hogyan történt? Épp a rádió hallgatta, és közben rájött, hogy én vagyok az a személy, aki terjeszteni tudja az üzenetét. Elkezdett járni a kurzusaimra, még nem egy nap bevallotta, nem tanulni jöttem ide, hanem tanítani. Elkezdett hetente magánórákat adni nekem, a tudatos álmodásra, a mexikói kultúrára és a tolték hagyományokra okított, teljesen ingyen, amiből nyomban éreztem, hogy a szándékai valódiak. Neki köszönhetem a Mexikó ősi hagyományai iránti őszinte szenvedélyem. Hamarosan kezdetét vette igazi átalakulásom. Egy nap a következőt jósolta nekem. A 2010. július 11-i teljes napfogyatkozást követően a Mexika tudás világszerte terjedni kezd, és te leszel az egyik szószólója. Amikor ezt mondta, minden tudásom annyi volt, amennyit Otomi Dadám tanított, valamint a tudatos álmodás gyakorlatok, és a mexikatolték hagyomány alapjai, úgyhogy nem fordítottam túl nagy figyelmet rá. Azt is említette, hogy Olaszországban fogom kezdeni, később Angliába megyek, ami akkoriban nem tűnt túlságosan valószínűnek. Nem is kérdeztem tőle semmit, egyszerűen csak megfeledkeztem az egészről. Most, sok évvel később, már látom, hogy igaza volt, hiszen minden pontosan úgy történt, ahogy mondta. Nem sokkal azután, hogy Hugo belépett az életembe, a rádió váratlanul úgy döntött, felbontja a velem kötött szerződést. Megkönnyebbültem, és mivel nem kellett dolgoznom, úgy döntöttem, kis időre eltűnök a nyilvánosság elől. Nincs több tanfolyam, nincs több gyógyítás. Saját gyógyító iskolám magától is működött, köszönhetően azoknak az embereknek, akiket korábban kiképeztem. Akkoriban újra és újra ugyanaz a tudatos éber álmom ismétlődött, Popokatépetl, Mexikó legszentebb hegye, azt mondogatta nekem. El kell menned az andokba, hogy megtanuld, hogyan kell a mexikói hegyekkel dolgozni. Így aztán útnak indultam Peruba, Cusco és Huasau városába, hogy elsajátítsam az andok sámányainak Pakosz ősi hagyományát. Találkoztam ott egy Vilma Pinyédó nevű nővel, aki időközben nagyon jó barátom lett, és akiről kiderült, hogy ő és a családja az andoki tudás egyik legkiválóbb ismerője. Örök hálával tartozom nekik, amiért beavattak szent tudásukba. Később Ugo a következőt mondta. Szeretném bemutatni neked szolotlül barátomat, a továbbiakban ő fogja átvenni a tanításod. Így találkoztam életem egyik legfontosabb emberével. Szolotl az egyik legkülönlegesebb tanár, akit valaha ismertem, akit a többi tanítómhoz hasonlóan tisztelek. Keddenként magánórákat adott nekem évekig azték és tolték kozmológiából és táncból, Mexikó prehispán nyelvéből, a navatlból és nahualizmusból, azaz az ősi mexikói álomhagyományból. Az órái és a már korábban tanultak értelmet adtak az életemnek. Először éreztem úgy, hogy azt teszem, amit kell. Hogy ide tartozom. Ez életem igazi feladata. Nem azok, amelyeknek korábban esélyt adtam, szükségesnek tartottam, illetve ambícionáltam. Végül, miután ezrek életét változtattam már meg, rájöttem, hogyan alakítsam át a sajátomat. Elkezdtem gyakorolni a tudatos éber álmodást és dolgozni az obszidián tükörrel ezzel az ősi mexikói technikával, hogy meggyógyítsam saját barlangomat, belső énemet vagy tudattalanomat, míg végül az életem drámai változáson ment keresztül. Visszamentem a szüleimhez, hogy egy évig újra velük éljek, és képes voltam meggyógyítani gyermek és serdülőkori sebeimet. Elhatároztam, nem fogom hagyni, hogy a múltam tönkretegye a jövőmet, és ez idő alatt sikerült is gyógyítanom magamat bár természetesen ez egy soha véget nem érő folyamat, és még dolgozom rajta. Mindaddig nem tudtam magam mögött hagyni régi életmódomat, amíg rá nem bukkantam valami sokkal jobb dologra, jelen esetben az álmodásra. Az ősi hagyomány értelmében vett álmodásra gondolok, nem a korábbi kísérletezéseimre. Belekeztem a tolték hagyomány mennyországainak és alvilágainak felfedezésébe, Találkoztam ősökkel, és elkezdtem feltárni, mi történik valójában, amikor a legtöbb ember teljesen öntudatlan állapotban van. Higgyék el nekem, hogy ami álmunkban történik velünk, sokkal érdekesebb, mint ami éber állapotunkban. Úgy döntöttem, sem álmomban, sem ébrenléti állapotomban nem fogom elveszíteni a tudatosságot és azóta, bár még mindig el-eljárogatok a barátaimmal, és néha iszom is, sohasem veszítettem el a tudatosságomat vagy az önkontrollomat. Amint azt korábbi könyvemben, a Tolték titkokban írtam, az ősi mexikói hagyomány megmentette az életemet, most pedig már én szentelem az életemet a megmentésének. Teljes eltökéltséggel mentem visszadolgozni a rádióba, és tértem vissza a közéletbe. De közben mélyen megváltoztam legbelül. Úgy döntöttem, soha többé nem fogok gyógyítani, és abba hagyom az egyszerű gyógyító technikák tanítását is. Helyettük inkább az ősi mexika és az andoki hagyományokat fogom oktatni. Így aztán forradalmian megváltoztattam a rádióműsorom formátumát is. A tolték és a mexika hagyomány különösen összetett, fegyelmezettséget követel a gyakorlójától. Szembe kell ugyanis néznie démonaival, művelnie kell a tudatos éber álmodást, és eredményekre csak több éves gyakorlást követően nem két nap után számíthat. Ahogyan az várható volt, a visszatérésemre várók megrettentek, hiszen ez már egy egészen más ember programja volt, így aztán elvesztettem a legtöbb követőmet. Egyszerűen fogalmazva, mivel megváltoztam, tanítványaimnak is ezt kellett tenniük. Mindenki azt tanácsolta, térjek vissza a korábbi formátumhoz, de én nem tudtam nem arra gondolni, ha visszatérnék hozzá, belehalnék. Azt sem érdekelt, hogy minden megtakarításomat beleöltem új rádióműsorom finanszírozásába, elhatároztam, hogy vállalom a kockázatot. A múltban azért készítettem a műsort, hogy pénzt keressek vele, most pedig minden pénzemet és bizalmamat új műsorom sikerébe fektettem. Végre úgy éreztem, jó úton járok. Ellentétben a múlttal, amikor rendkívül sikeres voltam, mégsem éreztem úgy, hogy helyesen cselekszem, így aztán hatalmas ürességet éltem meg. A családom és a barátaim viszont egyre azt hajtogatták, hogy az új projekt nem lesz működőképes, mert a mexikóiak semmi olyasmi iránt nem érdeklődnek, ami az országukkal kapcsolatos. Malincsiszták. A kifejezés malinali le malince Hernán Cortés tolmácsának nevéből eredztethető, akit az azték birodalom nagy részének megdöntéséért hibáztattak, és mindig csak azt tetszik nekik, ami a tengeren túlról jön. Ebben az volt a dühítő, hogy részben igazuk volt. Azt gondoltam magamban, mennyire illogikus, hogy bár országunknak ilyen szép és gazdag hagyománya van, mégis a tengeren túlon keressük a tudást, miközben az orrunk előtt van elrejtve. Elhatároztam, hogy közismerté teszem a hagyományainkat, Elkezdtem használni a tudatos éber álmodást azzal a céllal, hogy sikeres legyek abban, amit csinálok, és bár nem értem el akkora sikereket vele, mint korábban, a műsorom újra népszerű lett. A tanfolyamaim is újra megteltek, de szemlátomást teljesen más típusú hallgatókkal. Míg a korábbi tanítványaim egyfajta gurut kerestek maguknak, aki megmentheti őket, addig a mostaniak olyanok voltak, akik elhatározták, hogy a saját kezükbe veszik sorsuk irányítását. Kezdtek ismét elárasztani a csodás gyógyulásokról és a rendkívül mély átalakulásokról szóló beszámolók. Ezúttal azonban nem voltam felelősértük. Én csupán eszköz voltam. Az érintettek mindezeket saját maguk vitték véghez. Gyakran én magam is elcsodálkoztam azon, ami történt. A tanítványaim megtanították nekem, mi mindent lehet elérni az általam tanított technikákkal. Többé már nem kellett szembenéznem a figyelem és a kérések kéretlen áradatával. Egyszerűen a törzs, Kalpulli, egyik tagjának érezhettem magam, ugyanolyan fontosnak, egyben ugyanolyan jelentéktelennek, mint bárki más. Ekkor vált valóra ügójóslata. Minden épp olyan zöggenőmentesen zajlott, mint az első rádió műsorom idején. Egy olasz szerkesztő felajánlotta, hogy kiadja The Down of the Six Sun a hatodik nap hajnala című első könyvemet, később a Hay House kiadó megjelentette a második könyvemet, a Tolték titkok, The Tolték Secret, az Egyesült Királyságban, én pedig a világ számos részén tartott tanfolyamaimon keresztül elkezdtem egyre többekkel megosztani az ősi mexikói hagyományokat. Minden úgy történt, ahogy Ugo mondta. Olaszországban kezdtem, aztán Angliában folytattam. Be kell vallanom, hogy ez igazán kemény időszak volt, mert éppen akkor kezdtem el utazgatni a világban, amikor végre életem minden területén stabilizálódott a helyzetem Mexikóban. Az első két évben gyakran kínzott a depresszió, és erős késztetést éreztem, hogy hazamenjek. Rengetegen mondták, hogy sokkal több pénzt kereshetnék Mexikóban, és jobb lenne ott nekem. Ez azonban visszalépést jelentett volna, és egy belső hang azt csúgta, helyesen cselekszel. Ismét hű maradtam tehát önmagamhoz, és folytattam a munkát. Ma Isztambulban írom ennek a bevezetésnek a befejezését egy nagyszerű obszidián tükör tanfolyam, és néhány csodás itt töltött nap után. Most már tudom, hogy bár sokat szenvedtem az elején, megérte. Csodálatos helyek, rendkívüli emberek. Ismét az arcvonásaimra nézek a tükörben, és mosolygok. Érdemes volt. Hugo megtanította nekem, hogy a mexikó szó a holt köldökének helyét jelenti, és hogy Mexikának, illetve Mexikóinak lenni nem egy és ugyanaz. Előbbi olyan személyre utal, aki odafigyel az álmaira, és igyekszik megváltoztatni őket. Ezek a mexika tanítások nem csak mexikóiaknak szólnak, hanem mindazoknak az útkeresőknek szerte a világon, akik úgy hiszik, csoda történhet, ha új álmot kezdenek álmodni. Ezért írom most ezt az új könyvet azoknak a leckéknek az összefoglalása lesz, amelyeket életem során tanultam. Rozitától, Laurától, Ügótól, Szolotlültől, az Andok sámányaitól, Pakosz és a saját álmaimból. Az itt leírtak nagy része nem más, mint Mexikó igazi kincse, a bölcsessége. Az ősi Mexikóban Nahualnak nevezték azt a bölcs férfit vagy nőt, aki képes volt egybeolvasztani az álom és az ébrenléti állapotot, akár ébren volt, akár aludt. Legutóbbi könyvemben felvázoltam néhány arra vonatkozó módszert, hogyan tehetjük ezt meg alvás közben. Ebben az új könyvben pedig néhány olyan módszert fogok ismertetni, amelyeket tudatos állapotunkban végezhetünk. Több olyan nagyon gyakorlati technikát is közlök, amelyek hozzásegítenek a saját sorsunkhoz való felelős hozzáálláshoz, valamint a kollektív tudattalan gyógyításához. Az ősi Mexikák kozmikus matematikájával összhangban mindezt négy részben fogom bemutatni. Gyógyítás, megújulás, manifestáció és virágzás vagy megvilágosodás. És ez csupán néhány dolog azok közül, amelyeket elérhetünk, ha sikerül megismernünk legbelsőbb énünket, tudatalattinkat, azaz erőnk barlangjait. Csatlakoz hozzám ezen az úton, fedezd fel a benned rejlő erőt, és hidd el, ha alkalmazod a tanultakat magadon és másokon, az teljesen meg fogja változtatni az életedet. Kívánom, hogy érezd jól magad az önismeret felé vezető úton. Szerzsó Manyána Oszelokojotl Csikome Ocelotl Atemosztl, Sihuitl, Jei Asatl Háromnád éve Lezúduló vizek hava A Jaguár hetedik napja 2016. január 19. London Egyesült Királyság. Hallgass tovább a könyvet a Voice hangos könyv alkalmazásban. A hangos könyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részleteket kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice.